A Mars szót többféle értelemben is használjuk. Alapvetően valamilyen terméknek a vételi és eladási árfolyama közötti különbségről van szó. Mondhatjuk a Mars szót arra, amikor például megnézzük azt, hogy egy MOL részvénynek hol van a vételi és hol van az eladási árfolyama. Használjuk olyan értelemben, hogy egy bank milyen betéti kamatot fizet, ehhez képest milyen kamattal nyújtja hiteleket, ez a kamatmarzs. Tehát sokféle értelmezése van. Ezt hívjuk marzsnak.